Vas Albert, hagyaték. Egyszerű bevezetés egy különös könyvhöz. Cserkész gyerekkoromban 1921 nyarán megmart a kurta kígyó. Háromszor is velém fecskendezte a mérgét, mert nem tudtam kikecmeregni a tüskés kökény bokorból, ahová ügyetlenül aláfittyentem a meredek vízmosás pereméről. Mikor a fiúk végül is kihúztak onnan, úgy fájt már a lábam, hogy azt hittem vége a világnak. Kékült is gyorsan. Sztána felett táboroztunk a lügetes szélén, Galataszeg csücskében. Mire nagy kínlódással fölvittek a fiúk a meredek hegyoldalból a tisztásra, ahol a sátraink állottak ügyes félkörben, a kövekkel megjelölt tábortűzhelye körül, már emlékezetem is elmaradt valahol, mert csak arra emlékszem vissza, hogy tűz égette a lábamat, torkomat vélelem szorította, és nagy messzeségben feltűnt cserkészvezetőnk megdöbbent arca. Hogy mi történt ezután, azt csak másoktól tudtam meg rendre. Először is elvittek hevenyészet hordágyon Sztánára Kós Károlyhoz, aki a házán dolgozott volt éppen akkor. Orvoshoz kell vigyük, de gyorsan, mondta a cserkészvezetőnk, de Kós Károly rám nézett, s megrázta a fejét. Arra már nincs idő, mondotta, s oda kiáltott a szolgalegényéhez. Nyerdgeld meg a hollót, de gyorsan ám. Aztán felkötöztek engem a kis hegyi lóra, és már vittek is kantáram vezet valovat, nem le a völgybe, ahogy illett volna, hanem neki a hegynek. Fekete hegynek nevezik a sztánaiak a hegyet, ahová vittek. Alig, hanem azért, mert szénégetők lakoztak odafönt. Egy Boldizsár nevezetű vénemberhez vittek, aki csodatevőnek nevezett volt a nép. Hosszú lehetett az út odaföl, de nincs emlékezésem erről. Mindössze arra emlékszem, de az is lehet, hogy úgy tűnik, mintha emlékeznék erre, mert annyiszor hallottam mások szájából, hogy egy öreg ember fölém hajolt és megkérdezte. Mit tudsz Istenről, gyerek? Én meg kinyögtem nehezen mozduló nyelvvel. Ő teremti a világot. Színigazat mondtál, s ehhez tartsd magad, felelte az ismeretlen szakállas vénember, és megtoldotta egy második kérdéssel. Ha Istennel lennél, teremtélnél-e mérget? Azt mondják, akik ott voltak, hogy erre csak megráztam a fejemet, mert beszélni már nem tudtam többé. Kék voltam, mint az érett szilva, és a szemem is lezárult. De úgy rémlik még ma is, mintha roppant messzeségből hallottam volna az öregember hangját, ahogy mondta. Az Úr se teremtett ilyesmit, de az emberek buták, és nem hiszik el, amikor mondom. Na, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma felötted, aztán Isten gyermeke vagy. Teszünk egy kis ciberét a marások helyére, hadd menjen ki belőlük a hőség, és rendben leszel, mielőtt hármat szól a fürj. Hogy szólott-e hármat vagy sem, azt nem tudhatom. De amikor fölnyitottam a szememet, ott feküdtem egy csergepokrócon bükkerdő mélyén, szén égetők félfödele alatt, s a bükkök lombja közül úgy csillogott alá az égbolt friss kékje, mintha angyalok sikálták volna fényesre. Így valahogy történt. Egy ideig még beszéltünk erről odahaza is, a kolozsvári református kollégium diákszobáiban is, aztán rendre megfeledkeztünk róla, én is, mások is. Annyi minden történt körülöttünk akkoriban. Telt az idő, eljött az érettségi ideje, és első próbálkozásomkor bizony elbuktatott a román vizsgabiztos, akit a magyar iskolák felé állított a románok kormánya, mert arra a kérdésre, hogy kik az idegenek az országban, mindent felsoroltam, még az arabokat is, csak a magyarokat nem.
Amikor a vizsgabiztos rám mordult, hát a magyarok, azt feleltem, hogy még az én dédapám dédapjának a dédapja is ott született Erdélyben, s bizony még az ő dédapja dédapjának a dédapja is. Így aztán elbuktatott földrajzból és történelemből. 45-ünk közül mindössze 4 ment át. Egy évre rá, 1926-ban 2 hízott disznó segítségével mégiscsak leérettségiztem. A hízókat szekéren szállítatta be apám Kolozsvárra a vizsgabiztos házához, és amikor végre kezemben volt a román bakkalaureátus becsétes írása, és indulhattam haza, illendőségből felkerestem még a Monostori út egyik szép régi házában lakozó nagynénémet, Bornemissza Elemérnét, hogy elmondjam neki győzelmemet a románok fölött. Mikor beléptem az ebédlőn keresztül a nappaliba, ott találtam nála Kuncaladárt, Reményik Sándort és Kós Károlyt. A két előbbit ismertem már, hiszen ők faragtak írót belőlem, de Kós Károlyra nem emlékeztem vissza. Amikor nagynéném bemutatott neki, Károly bácsi rám emelte nagy csontos mutatóját. Hát te vagy a sze, akit az a vén csodatevő ott fenn a hegyen kigyógyított a kígyómarázsból? Olvastam verseidet az Ellenzékben is, meg a Pásztortűzben is, nem rosszak. Aztán nagy hangon, ízesen kiszínezve, Kós Károlyosan elmondta a többieknek is mindazt, amiről én magam is csak ködösen tudtam valamit, hogy miképpen vittek fel annak idején a hollóhátára kötözve félholtan csodatévi Boldizsár konyhójához. Mikor aztán a történet végén Kuncaladára maga szelíd józanságával érdekes babonának nevezte a csodatévi emberekről szóló regéket, Kós Károly bátyák neki mérgelődve szökött talpra, s föl alájárva a perzsa szőnyegeken, mindkét kezével hadonászva, kioktatta az emberi lét nagy valóságairól elszakadt szerencsétlen városiakat, Kuncaladárt és a szegény szótalan Reményik Sándort, kiknek lelke hozzánőtt már az aszfalthoz, és emiatt nem voltak képesek fölfogni többé azokat az Isten és ember közösségéből fakadó titkos erőforrásokat, amelyek ma már csak a hegyi emberek hagyatéka odafönt a ködös gerinceken. Úgy neki melegedtek a vitának, hogy róla meg is feledkeztek, és észre sem vették, amikor nagynénémtől elbúcsúzva kiosontam az ajtón, hogy még idejében elkapjam a Szamosújvárnak induló vonatot, ahol kocsi várt rám, hogy hazavigyen. Ennek a vitának az emléke azonban mélyen megmaradt bennem, akár csak a kovasz szőrében a bojtorján. Még annak a nyárnak a vége felé, mielőtt nekiindultam volna az egyetemi életnek, hátizsákkal a hátamon fölkerestem a kalotaszegi hegyeket. Források mellett erdők tisztásain töltöttem az éjszakákat könnyű ponyva alatt. Birkapásztorok, fadöntők, szénégetők tüzénél üldögélve hallgattam a hegyi emberek lassú beszédét, míg végül is megleltem öreg Boldizsárt, a csodatevőt, szénégető kemencéi mellett. Megmondtam, hogy ki vagyok, de nem emlékezett rám. A cserkészekre se emlékezett, de Kós Károlyra igen. Derék ember ő kell, mert mondta bólogatva, derék ember. Mikor aztán előjöttem azzal, hogy azért vagyok itt, mert ő mentette meg az életemet, csak rám bámult kis kék szemeivel a bozontos szemöldökök alól. Én úrfi, magamtól nem vagyok jó semmire. Vén iskolázatlan szénégető vagyok, semmi egyéb. Mindössze eszköz az úr kezében, mint enyémben az a balta ott, vagy ez a fakanál. Én nem mentettem meg soha senkit semmitől, az úr végezte azt. Ő tartotta meg magát is, ha igaz, amit mond. Én csak egyike vagyok azoknak,
akik őrzik még mindig a szent hagyatékot, amit őseink hagytak volt ránk, sok száz esztendeje annak régi időkből, amikor még az Úr nemzete voltunk. Őrizzük, egyre csak őrizzük az Úr védelméhez visszavezető kicsinyke ösvény titkát, amely olyan ma már ebben a nagy megbojdult világban, mint elmohásodott vadcsapás havas erdő sűrűjében, amit már csak a lélek láthat meg, nem a szem. Mert egyszer, még elébb vagy utóbb, de minden bizonnyal eljön az az idő, amikor fölébred a völgyek magyarjaiban a lélek, és keresni fogják az igaz utat, mely pusztulásból győzelembe, nyomorúságból az Úr gazdag dicsőségébe vezet vissza, ahonnan valamikor nagyon régen, magunk gyarlósága folytán hibás útra tértünk. Ültünk a hamvadó tűz mellett a sötét bükördő mély csöndjében, s az öreg beszélt halk dörmögő hangon azokról, akik a hegyekben élnek, itt meg amott, s őrzik a nyomot, mely Istenhez vezet, s amely nyom egyszer majd még úttán szélesedve kivezeti a magára is Istenére lelt magyar nemzetet a sötétség nyomorúságából a feltámadás fényességébe. Nem is tudom, mikor aludtam el, elheverve ott a hamvadó tűz mellett. Hűvös reggel volt már, mikor felébredtem. Fehérköd ült a kemencék tisztásán, s a bükkök koronája is elveszett fölöttem a ködben. Magamban voltam. A tűzhelyén szürke, hideg hamu. Kesernyi szaga megtöltötte a levegőt. Délig ott lézengtem a kemencék körül, remélve, hogy előbb-utóbb visszatér az öreg, s előbúvik valahonnan a fák közül. De nem jött elő, pedig olykor, mintha a hátamban éreztem volna a szemét. Dél eltertével aztán nem vártam tovább. Mennem kellett vissza az emberek közé. Mielőtt beléptem volna a fák közé, a tisztás végéből még visszanéztem. Semmi sem mozdult. Pedig éreztem újra, hogy valakinek rajtam volt a szeme. Öreg boldizsár szeme lett volna valahonnan a sötét fák közül. Vagy Isten szeme? Mentem, mert mennem kellett, de ahogy mentem, valamit vittem magammal. Valamit, ami rátelepedett a lelkemre azon az éjszakán ott a bükkerdő közepén, a kicsi tűz mellett, ahogy öreg boldizsár reszelősvén hangját hallgattam a csönd búrája alatt. Lelkemre telepedett mindaz, amit az a hang mondott, és nem tudtam többé szabadulni tőle. Attól kezdve barangolással töltöttem minden nyaramat. Jártam a hegyeket erdészerte, üldögéltem éjszakákon keresztül pásztorok tüze mellett, szénigetők kunyhója előtt, hegygerincek legelőjén, bozontos, sötét sziklakatlanok mélyén, szívtam magamba magányos hegyi emberek lassú, gonddal ejtett szavát. Régi magyar városok poros könyvtáraiban kutattam, foszladozó, nehezen olvasható följegyzések között, és gyűjtögettem a magyar lélek Isten tudatának ritka mézét. Nem mint szorgalmas méhecske, ki ellepi a kertek virágait, hanem mint konok, szívós, erdei dongó, ki nagy utat tesz meg egyik rejtett katlan ritka virágától a másikig, s amit így gyűjtöget, nem édességet keresők gyors örömét szolgálja, hanem egy távoli jövendő, rég várt reménységét. Így gyűlt össze ennek a könyvnek az anyaga hosszú esztendők során. Láncba szedtem időrend szerint, s amikor a jelenbe érve megszakadt a lánc, bujdosáson messzi földjéről is tartottam a titkos kapcsolatokat, s gyűjtöttem tovább a nagy sötétség mélyéből a kicsike lángok fényét, ahogy lehetett. Mert tudva lévő, hogy szenvedés csiszolja fényesre a lelket, s az Úrhoz vezető utat tövis szegélyezi. Biztos vagyok abban, hogy az Erdély jelenkor sokkal gazdagabb az isteni csodákban, mint amit nekem ezekből összegyűjtenem sikerült a távolságon át.
És biztos vagyok abban is, hogy az öreg boldizsár által annak idején elmohásodott vagy csapásnak nevezett nyom ma már ösvényé szélesedett ott az erdélyi hegyek között, melyen egyre több és több magyar haladt fölfelé, egy megtalált jövendő felé. Akit annyira megmételyezett ez a világ, hogy tudni se akar már Istenről, az ne is vegye kezébe ezt a könyvet. De akiben még pislákol egy kicsike reménység, egy csipetnyi vágyózás valami jobb és szebb után, valami, amiben hinni lehet még. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy a gyűlölet mindennél hatalmasabb ezen a földön, és a magyar nemzet jövendőit immár elnyelte véglegesen a gonoszság özönvize. Akinek a lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembeforduljon ezzel az özönvízzel, és oda kiáltsa az árnak, megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél. Ezt a földet, s ennek a földnek a népét az Úr ereje őrzi. Az jöjjön velem, és ismerje meg az igaz valóságot, ami szabaddá teszi azokat, akik élnek vele, s kimenti őket a poklok mélységéből is. Első fejezet. Felsőmaros mentén, magosan Gödemester háza fölött a hegyekben, van egy kiugró sziklakő, amit a reke szerint villám védelmez a betolakodóktól. Legyen az kíváncsi hegymászó vadász, eltévedt juhászbojtár, vagy szökött rabot, bújdosó székelyt kereső idegen katonaféle. Nyári melegben, télfagyában, csillagos tavaszi éjszakán, vagy sűvítő őszi szélviharban villám csattan a sziklán, szemet vakít, s rettegésen tölti meg a levegőt, valahányszor idegen kerül a közelébe. Olyan villám ez, ami nem az időjáráson múlik. Valamikor nagyon régen, amikor a király páncélos idegen lovagjai üldözőbe vették a nép sámányait, titoktudóit, gyógyító véneit, a legtitkosabb titoktudójának egyikét, Bogát Táltost elfogták volt a zsoldos katonák, a mezőség mocsarai között, és kimondták rá a mágia halált. Elébb azonban az új Isten papjainak kívánságára véresre kellett ostorozzák a katonák, hogy kiverjék belőle az ördögöket. Nos, két idegenbeszédű királyi fegyveres elővezette öreg Bogátot a pörbíró udvarára. Ott állt a két idegen között, szikáran, magosan fölemelt fővel, és szembenézett a királybírójával. Válligomló hosszú fehér haján, fehér szakállán megcsillant a lenyugvó napfénye. A pörbíró fent állt a tornácon, mellén összefont karokkal, és szigorúan nézett alá az öreg Isten papjára. Tisztelem a korodat, öreg, mondta ki a szót, s ha megvallod bűnödet, és áttérsz az igaz hitre, kegyelemmel lehetnék irántad. Keményen nézett szembe vele az öreg. Légy kegyelemmel magad lelke iránt, király embere, mondta mély zengő hangon. Magyar vér folyik eredben, magyar anya szült a világra, s idegen urakat szolgálsz, mégis nemzetet kárára. Ki vagy te, hogy kegyelmet adj nekem az Úr Táltosának? A királyi pörbíró homloka ráncba szökött, arca elsötétedett, szája széle megrándult. Ostorozzátok meg, mordult a zsoldosokra, tanuljon tisztességet halál előtt. S azzal sarkon fordult, s döngő haragos léptekkel bément a palotás házba. A két fegyveres emelte már a kezét, hogy letépje a vénemberről a hosszú fehér táltosi köntöst, s a két hóhér segéd is elfoglalta két oldalt a maga helyét, hosszú marha terelő korbáccsal a kezükben, amikor valami különös és érthetetlen dolog történt.
A vénember fölemelte két kezét az ég felé némán, és a következő pillanatban fehér köddé látszott foszlani ott, a szemük előtt. Valami hirtelen szélroham csapott alá az udvarra, megkavarta a port, fölkapta a fehér ködöt, és már ott se volt. Katonák, korbácsosok szájtátva bámultak egymásra. Elvitte az ördög, hebegte az egyik, és ilyettében keresztet vetett magára. A pőrbíró káromkodott csúnyán, amikor a fegyveresek tisztje jelentette neki, hogy mi történt. Túljárt az eszeteken a vén varázsló? Ordította meg szeppen zsoldosokra. Elbolondított, mi? Erédjetek utána, s hozzátok vissza a föld alól is, takarodjatok! De hiába volt minden keresés. Az öreg táltos eltűnt, mintha föld vagy ég nyelte volna el. Krónikás papok szerint a zsoldosok tisztje nem ismerészelt visszatérni a pőrbíró elé, hanem embereivel együtt tovavonult a Maros folyása mentén lefelé, és hetek teltével jelentkezett csak szolgálattételre a csanádi ispánnál. A szóvezét szerint pontosan ugyanabban az időben, amikor az öreg bogát köddé változva tovatűnt egy szélroham hátán a pőrbíró udvaráról, jó három napi lófutásnyira onnan, a felső Maros zúgóvize mentén a nagyhegyek lábánál Gödemester, az ősi magyar rovásírás tudója, ott ült ház előtt a patkán, s vésőkéssel a kezében rótta bele egy tisztára gyarult tölgyoszlap fájába, rabombán parancsára a székelyszállások rendjét. Egyszer csak forgószél támadt az udvarán, s hogy oda nézett, ha csak ott állt hosszú fehér köntösében öreg bogát, a táltos ember. Na csak, hökken meg Gödemester, s fölkent a patkáról illedelmesen, nem hallám kegyelmed érkezését. Tisztelje meg házamot, ha itt van. Az öreg ember közelebb jött hozzá, fáradtnak látszott. Baj vagyom, fiam, mondta mély, szomorú hangon. Idegen acél hasít a magyar fába, metszi a rostját, aprózza erejét, magyart magyarral állít szembe idegen hasznára, békességről beszél, s háborúságot csinál, alázatot hirdet, s gőgös erőszak jár a nyomában. Súhajtott, s folytatta lassú szóval. Mondd át valamikor, hogy jól ismered itt a hegyeket. Mutass át nekem egy helyet, ahonnan messzire elláthat a szem, ahol barlang is akad, miben megszállhatok, víz, amit ihatok, erdei gyümölcs, kószáló vad, amin elélhetek, míg megérik az idő, és nem emel többé fegyvert magyarra magyarra. Gödemester eltűnődött néhány pillanatra, aztán földerült az arca. Tudok ám egy olyan helyet, hogy ne tudnék. Együtt van minden, amit kegyelmet kíván, s még több is egyel. Idegen ott meg nem leli soha, ha ezer évig is keresi a nyomát. Azzal ne legyen gondod, mosolyodott el az öreg táltas a szakálla megett. Megvéd engem azoktól az úra maga módján. Bent aztán a kemencés szobában falatozás közben kiöntötte öreg bogát a szívét. Nehéz idők jönnek, gyere fiam, mondta komoran. Bizony nehéz idők. Nem az új Isten miatt, hogy tük mondjátok, mert hiszen csak egy Isten van, mindegy, hogy hányféle néven nevezik. Ott rejlik a baj, hogy akik kard élének, s faltörőkosnak használják Isten nevét, azok nem Isten igazságát keresik, hanem a maguk galád önzését szolgálva megbújnak a neve mögé, hogy elrabolhassák azt, ami a másé, és legyilkolhassák a védekezőket, mint Isten ellenségeit. Meddig tart ez így? Kérdezte Göde.
Az öreg Isten embere vagy, tudnod kell ezt? Az Úr nem ösmer időt, felelte a tátos csendesen. Ő neki 100 esztendő vagy 1000 esztendő, mindössze egy pillanat. De annyit mondhatok neked, fiam, hogy mindaddig nem lesz békesség többé, amíg meg nem tisztul lelkében a magyar, mint gyémántkő a tűzben. És amíg ez még nem következik, addig meg kell őrizzük számukra a nagy titok tudását, mit őseink hoztak volt magukkal messzi földről, napkelet felől, úrvárosából. Ez a mi feladatunk, öde fiam, se több, se kevesebb. A rege szerint gödemester vendégül látta a táltost hosszú ideig, míg csak lovaslegény hírül nem hozta, hogy királyi lándzsásokat láttak a népek disznajónál, páncélos lovagok parancs alatt, s fölfelé haladtak a Maros vize mentén. Ekkor gödemester fanyerget tett föl 4 kis hegyi lóra, megrakta azokat mindenféle szükséges dolgokkal, s fölvitte vendégét a hegyekbe. 4 nap múltával tér csak vissza, 4 lovával, üres nyergekkel egymagában. Hogy hol rejtett el volt az öreg tártost, nem mondta meg senkinek, még a lovak uraknak se, akik ott vártak Mária a házánál, amikor lejött a hegyekből. Pedig megkínozták erősen napokon keresztül, mert valaki beárulta nekik, hogy ott rejtőzködött nála Bogát, a király ellensége. Végül is fejét vették, és karó tetejére szúrták fel a kapu elé, hogy mindenki lássa. A lovagurak pedig 200 fegyveressel fölmentek a hegyekbe, hogy megleljék a táltost. Senki attól a naptól kezdve nem látta többé egyiküket sem. Elnyerték őket a hegyek. Esztendőkkel később egy pásztorlegény talált valahol a sziklák között egy páncélsisakot. Lehajolt, hogy fölvegye, de abban a szempillantásban nagyot dörrent fölötte az égbolt, pedig sütött a nap, felül se volt sehol, és fényes villám csapott a sisakba, porrá égetve azt pillanat alatt. Legalábbis így mesélt el a képéből kikelt, verejtékes léhegő legény odalent a völgyben az embereknek, s még mindig reszkedett egész testében, amikor elmondta, hogy mi történt vele odafönt. A szikla, ahol ez megesett, ott emelkedik hátul a hegyekben egy kis falucska fölött, amit ma Gödemester házának neveznek. Nagy, magos szikla, ég felé meredő. Lábánál kicsi tisztás, jó vízű forrással, s a tisztás körül sűrű-sűrű erdő, amíg ellát a szem. A szóbeszéd szerint csapás vezet fel a kicsike tisztácsról, föl a sziklák közé és odafönt valahol barlangot is rejt a boróka. De ember még nem akadt rá, mert aki arra veszi az útját, az már a sűrű erdőben úgy körülveszi a fél homály, hogy elveszti benne az irányt. Ha mégis feljut valamiképpen a kicsi tisztásig, egyszer csak morajlani kezd felette az égbolt, akár van felleg rajta, akár nincs, s villám kezdi hasogatni körülötte a fákat. Akinek esze van, az futásnak ered, s akinek nincs, az bizony emberfia nem látja többé, se élve, se holtan. Éjszakánként havasi pásztortüzek mellett lassú beszédű székelyek szót ejtenek néha egymás között az öreg táltosról, aki ott él valahol a villámkő barlangjában, immár több mint 800 esztendeje, és őrzi régi nagy titkok tudását, melyek előzik a rontást, meggyógyítják a testet meg a lelket minden nyavajától, távol tartanak veszedelmet, pusztulást, és az igazságot győzelemre viszik. A régi nagy titkok tudása ott van ma is, mondják, a villámkő barlangjában valahol,
És csak arra vár, hogy megérjen az idő, és visszatérjen urához, Istenéhez a magyar. Kőbe vésve, fába vésve, és a szent könyve megírva, ott van ma is a törvény. A nemzet, mely önmagával meghasonlik, elvész. S a ház, mely maga ellen támad, nem marad meg. Testvérgyilkos átkozott az Úr előtt. Honnan tudják mindezt az emberek ott fenn a hegyekben? Onnan, hogy minden hetedik esztendőben van egy éjszaka nyár derekán, amikor leghosszabbak a nappalok, és legrövidebbek az éjszakák, s amikor pontosan azon az éjszakán ott áll a teli hold a nagy szikla felett. És aki azon az éjszakán föllopódzik a szikla alatti kicsi tisztáshoz, arra nem csap alá a villám. Az csöndben leülhet a kis forrás mellé, s ha csöndben ül ott, kis ujját se mozdítja, pontosan éjfélkor megláthatja a teli hold alatt az öreg táltost, amint alá ereszkedik korsójával a vízre. Szót is válthat vele, kérdezhet tőle ezt vagy amaszt, amire igaz választ kapnia fontosnak tűnik, és bármiféle betegség gyötörné, azt egyetlen szóval, egyetlen érintéssel meggyógyítja a titoktudó öreg. De csak akkor, ha az, aki ott áll előtte, az lelkében, szívében, tettében és minden szándékában valóban magyar. A titoktudó látó ember ott Gödömester háza fölött a hegyben ezt felismeri nyomban. És jaj annak, aki csalás szándékával megy fel oda. Egyetlen villámcsapás csalánná változtatja az ilyent. Második fejezet. Nos, így szól a rege. Legtöbben, akik hallják, valahol egy pásztor tűz mellett elhasolva ének idején mesének vélik, hegyi népek babonás meséjének. De ha gondos ügyelettel vizsgáljuk történelmünket, észre kell vegyük, hogy az emberileg megmagyarázhatatlan csodák vannak abba beleszőve, mint szőttes terítőbe az aranyfonál, mely elrejtőzik a színes fonalak között, majd váratlanul előbúvik megint. Alig néhány évtizeddel a mezőségi csoda után, az úrnak 1082. esztendejében csatangoló kúnok zaklatták Erdély akkor még gyéren települt magyarjait, jószágot rabolva, falvakat égetve és fogságba hurcolva asszony gyermeket. Nyár derekán ereszkedtek alá a radnai hegyekből, és megdulták a Sajó völgyét, a mezőséget, s Kolozsvárát megkerülve délnek fordultak, amerre a gyéresi mező gulyáit tudták. De ekkor már Árpádházi László király vezérlete alatt útban volt Nagyvárad felől a magyar sereg is, hogy megtisztítsa az ország keleti gyepűit a garázdálkodóktól. A gyérestől nyugatra eső hegyvidék mentén leltek reályok, s míg a magyar sereg a kunok zömét bekerítve az egyik völgykatlanban kaszabolta a rablókat, addig egy maréknyi kun a szomszédos völgy házaira vetett tüzet. László király, ki kíséretével a domgerincről irányította a csatát, megpillantotta a háta megett a tüzet, és kíséretét otthagyván előre vágtatott a gerincen, hogy megnézze, mi történik odát. Az első, amit megpillantott maga alatt a legelő oldalban, egy nyargaló kun volt, ki nyergében egy kapálodzó, sikoltozó leányzóval a domboldal mentében igyekezett keletnek. Nyomban üldözőbe vette a királyokont, és jó lova lévén hamarosan utol is érte. Levágta nyergéből a rablót, és maga mellé emelve a meggyötört leányt, lefelé fordította lovát a völgynek, amerre az égő házakat látta. Alig haladt azonban valamicskét, amikor szembe találkozott a fosztogatókkal. Azok is meglátták a magányos magyar lovas nyergében a leánnyal,
és nyomban űzőbe is vették, elvágva a visszavonulás útját a dombtető felé, ahol a király kísérete várakozott. A király tehát nem tehetett egyebet, mint hogy keletnek fordulva igyekezett menteni életét, lovasebességében bízva. A kettős súly alatt azonban meglassult a derék állat, és a vadul kurjongókonok egyre közelebb kerültek mögötte. Egy kicsike vízmosás mentén kökénybokor árnyékában öreg ember ült, és intett kezével a királynak: erre, erre, király úr. A király meg is fogadta a tanácsot, arra gondolván, hogy talán a vízmosáson túl magyar csapatokról tud az öreg, és ahogy elnyargalt mellette, még oda is kiáltott neki: bújj el, öreg, eltaposnak a gonoszok. Átugratva lovával a kis vízmosáson, a király a túlsó völgynek fordult, hogy visszajusson valamiképpen a seregéhez, amikor egyszerre csak valami félelmetes morajlás ütötte meg hátulról a fülét. Hátra pillantva kiesett szájából a szó: Isten, segíts! Mert mögötte bizony, ahol a kis vízmosás volt az előtt, mintha csak megindult volna a hegy. Kettőbe hasadt a föld, omlott a göröny, por emelkedett, s az üldöző konok előtt feneketlen szagadék támadt, amely elnyelte az első néhány lovast, és a többi csak éppen, hogy meg tudta fékezni lovát a rettentő szakadék peremén. A király nyergében kapaszkodó leány is hátra nézett, s a szeme nagyra nyílt. Isten meghallá vitéz úr szavát, hebegte ámultan. Így menekedett meg üldözői elő László király, ki csodái miatt később szentté avattak volt a pápa parancsára, és így keletkezett a híres tordai hasadék. A király visszatért később kíséretével, hogy megtekintse a helyet, és megkeresse a kökénybokornál üldögélő vénembert is, ki a vízmosás felé irányította. A kökénybokrot meg is találta. Ott volt a ménkő nagy hegyszakadás peremén, de csak kunlovak patáinak nyoma volt a bokor körül, semmi más. Kerülő úton leküldött a király néhány legényt, hogy megkeressék odalent a szakadás alját. Hát ha alázont a szerencsétlen, s ott hever valahol törött csontokkal. De dolguk végezetlen, tértek vissza a legények. Nyoma sem volt odalent embernek sehol. Egyszer kötél végén vonzolták el magukkal a pogányok, csúvált a fejét elszomorodva a király. Vegyétek üzőbe a gazokat, és aki idehozza elém a derék öreget, 100 arany üti a markát. Nosza nyargalt is egy jókora csapat alá a völgybe a kúnok nyomán, és két nap múltán vissza is tértek a királyi sereghez néhány kengyelhez szíjazott kunnal. A többit leghaszabolták mindegy szálig, jelentették a legények, de rab nem volt velük, és öreg ember se láttak sehol, se élve, se halva. Tolmácsot rendelt elő a király, hogy megtudja a fogságba esett kunoktól, mi lett az öreggel. De esküdtek azok, hogy a menekülő lovason és a nyergében lévő leányzon kívül más élő embert nem láttak sehol, sem a dombon, sem a kökénybokornál, se egyebitt. Csodát tett az Isten, mondogatták egymásnak a király hívei, megmenté urunkat. De amikor hírekelt a csodának odalent a völgyek magyarjai között, s a különös vénembernek, kinek nyoma veszett, voltak, akik összedugták a fejüket, mint akik titkot tudnak. Lám csak, sugdosták egymásnak, de csak ügyelve, hogy király ember ne legyen a közelben. Lám csak a vén torda mégis visszatért, hiába üzték el király törvényével. Áldott legyen az Úr. Rákövetkező tavaszon járvány tizedelte a népet a ludasi völgyben.
Kolozsvárából két tudós embert is küldött oda a királyi várnagy, de segíteni nem tudtak, bár szekérderéknyi orvosságot hoztak magukkal, és itatták a néppel, amíg csak ki nem fogytak belőle. Alig távoztak el, egy vén ember ereszkedett alá a kecskelegelőn, és sorra járta a házakat, ahogy egyik végítől a másikig. Keveset időzött mindegyikben, és hogy kifelé haladt, mintha csak magával vitte volna anyavaját is. Attól a naptól kezdve nem halt meg többé senki, még egy csecsszopó se, és úgy elillant a betegség, mintha szél fújta volna el. De nyoma veszett a vén embernek is. Harmadik fejezet. A tovafutó idő eltakarja a titkos nyomokat. Csak itt-ott őrzi még a megfejthetetlen rejtélyek emlékét egy-egy különös rege, amit éjszakánként pásztortüzek mellett mondanak el a vének, hogy töltsék vele az időt, vagy tél idején kemence tüze mellett, míg odakint havat sodor a szél, s a kuckóban álom ragasztja le rendre a fiatalok szemét. De fogynak már ezek is. Mert sokan, akik hallották, elfeledték továbbadni a szót, és évszázadok során egyre kevesebb maradt meg abból, ami történt. Mint például 1242-ben, amikor Batukán tatárjai rátörtek az országra, és feldolták a magyarok földjét. Síksághoz szokott népség lévén a tatárok zöme elkerülte a hegyvidéket. Egykori krónikák szerint mindössze egy kószáló csapatjuk, valamint 1000 lovas számláló mereszkedett csak be a szatmári síkságról, a Szilágyság dombjai közé, kik aztán rabolva, gyilkolva, falvakat égetve jutottak el valamiképpen Doboka alá. Amikor a dobokai magyarok hírét vették a közeledő veszedelemnek, és már a szomszédos völgyek égő falvainak vörösét is láthatták az ég aljában, összeszedték nagysebesen asszonyaikat, gyermekeiket, batyuba kötötték, amit tudtak, és a lábas jószágot maguk előtt terelve fölmenekedtek a Gyertyányos nevezetű sűrű erdőbe, tova a nagy gerincen is túl abban a reménységben, hogy ott nem lelnek reájak a tatárok. Biztonságokából azonban 3 derék emberből álló őrszemet hagytak a nagy gerinc keleti bütőjén egy vén vackorfa alatt, ahonnan látni lehetett nem csak a falut odalent, hanem az egész völgyet is. Nyár ideje volt. Tarisznyája és Kulocsa mellett elevert a 3 aggodalmas magyar a vén vackorfa árnyékában, és nézte a völgyet. Déltájban telepedtek oda. Telt múlt az idő. Este lett, és még mindig nem mozdult sehol semmi odalent. Be is sötétedett lassanként. Kigyúltak rendre a csillagok, és a békés tücsök zenés éjszakát csupán a távoli tüzek vörös fénye rontotta meg félelmetesen. Hevertek ott az emberek, bámulták a csillagokat, s lassan a szó is kifogyott belőlük. Úgy elaludtak ott rendre-rendre, mint a csak birkanyáját őriztek volna odafönt a gerincen. Nem is hallották, hogy mikor lépett oda hozzájuk az idegen, csak arra riadtak, hogy valaki mély, érdes hangon rájuk szólt. Lám, mányok is ég! Talpra szöktek egyszerűbe mind a 3-an. Hűvös volt a levegő, hajnalodott, s bizony, odalent a völgy torkában égett mányok. Nagy lánggal égett. Szentséges Úristen! Szakadt föl a szó az egyik magyarból. Mind oda vesztek helyszen. Csupán a házak, szólalt meg újra az idegen. A népet fölmenekítettem idejében a hegyre. Mély zengő hangja volt, különös hangja. Megnézték jól. Zömök embernek látszott,
Szakállában, karimás kalapja alól kicsüngő hajában sok volt már az ősszál. Hosszú gyertyánfabotra támaszkodva álltott, mely tele volt vésve, írással akárcsak a számadó pásztoroké. Mánya ki vagy? Kérdezte az egyik dobokai magyar. Odavaló is, felelte az idegen. Mindenüvé való. Többet aztán nem szólt, és az emberek se kérdezték. Visszaültek a vackorfa alá, és bámulták a tüzet odalent. Az idegen is leült valamivel odébb. Lassanként fölkelt a nap, és a mányaki tűz vöröse beleolvadt a keleti égbolt bíborába. Hűvöskezű hajnali szél kúszott fel a völgyből, és fölvitte hozzájuk a füst keserű szagát. Alig emelkedett a nap újnyira a keleti gerinc felé, amikor egyszerre csak lovasok tűntek föl odalent a völgyben. Elébb csak valami 20-30 kopjásból álló előcsapat, majd jó kődobásnyira megettük, föltűnt a sereg zöme. Sokan voltak és jöttek, mint a sáskák, mányok felől, dobokának tartottak egyenest a rétek mentén. Anyátok ne sirasson, mordult fel az egyik dobokai magyarod fenn a vackorfa alatt. Aztán csak lapultak ott, hallgattak, és néztek. Az elős lovasai kurjongatva nyargaltak be a házak közé, majd meggyűltek a falu utcáján. Egyik oldalon három tatár beugratott a Botár Andrésék udvarába, a másik oldalon három Gál Ferencék kerítésén szöktette át lovát. Körülnyargalták a két házat, majd leszöktek a lóhátáról, s ketten a ház ajtajának estek neki, míg a harmadik a csűrt vette szemügyre. Hamarosan kint voltak újra, és oda kiabáltak a többihez. Azok is elkezdték sorra venni a házakat, csűröket, futkostak előre-hátra, mint a haragos darazsak. A sereg zöme is odaért közben, és úgy rontott rá a falura, mint a haragos árvíz. Dúlni kezdték a házakat, csűröket. Zsákszámra hordták ki a kenyérmagot, zabot, árpát, amit csak leltek, és kötözték a lovakra szaporán. A házakból is hordtak ki mindenfélét. Aztán egyikök leguggolt az egyik szalmakazal mellé, mint aki tüzet csihol, és perc alatt föllángolt előtte a kazal. Hogy a keserűség essen belétek, nyögött föl odafönn az egyik bajoszos magyar. Jaj, de kitekerném anyakatokat. De csak hasaltak ott a fatöviben, s nézték elszörnyedve, hogy a tűz belekapott a szénába is, majd a pajta fedelébe, s onnan át a Botárék házára. Hallani lehetett a zsindely pattogását. Jaj, hogy az istenetek ne legyen! A tatársereg zöme áthömpölygött a falun, sorra megdulva házak a csűröket, s mögöttük jött a tűz is, csűrről csűrre, házról házra. Két oldalról lovasok kerülték meg az égő falut a kertek mentén, mintha csak a gyümölcsösök vagy a szőlős kertek bokraiban keresték volna az elmenekült lakosságot. Az élen nyargalók egyszerre csak megtorpantak a temetőkert felső sarkában, ahol a legelő kezdődött. Szemlélődtek keveset, majd ordítozni kezdtek a többiek felé. Ráakadtak a csorda nyomára. Nyögött fel az egyik magyarod fönt a vackorfánál. Mondtam volt, hogy jobb lenne, ha mind egy csapáson tereljük fel a jószágot, hanem kiki a maga kertjén keresztül, vagy a gerincen túl jövünk össze, de leurraktak, ugye? Na most itt a baj. Hát ott is volt. Egy halomra való tatár összegyűlt a legelő csücskén, és néztek fölfele a nagy gerinc irányába, amerre a nyomok vezettek. Tanakodni látszottak, majd megindultak fölfelé a jószág nyomán. Felét a jószágnak ott hagyhattuk volna,
Kösergett az egyik dobokai a vackorfa alatt. Hús kell a bestepogánynak, az hát. Megmentődhettünk volna, ha felított hagyjuk nekik. A keservit, szökött talpra a másik. Igyekezzünk, emberek, vissza a néphez. Hagyjuk a marhát ott, ahol van. De mentsük meg legalább az asszony népet, meg az apróságot. Talpon is volt már mind a három, és lendült is a lábuk az erdő felé, amikor megszólalt újra az idegen. Mindaddig némán ült ott, kissé odébb nézte az égő falut. Most csekert lábra csak, odaszólt az emberekhez. Üljetek csak, veszték, mondta lassú hangon. Nem érnétek oda idejében úgysem. Gyorsabb aló, mint az ember. Az Úristennél van csupán segítség. Üljetek át, veszteg, s imádkozzatok hívő lélekkel. Bár halkan beszélt, volt a hangjában valami parancsoló. Az emberek egymásra néztek, aztán szótlanul visszahúzódtak a vackorfa alá. Nézték a tüzet odalent, hogy egyik házat a másik után nyelt el, s nézték a tatárokat, hogy indultak fölfelé apró lovaikon neki a hegyoldalnak, akár egy rakás megbolygatott hangja. Szemük sarkából olykor a különös beszédű idegenre estek, de az csak ült ott, lehony szemmel. Csak az ajkai mozdultak a borzas szakál mögött, mintha beszélt volna valakihez. A tatárok már a hegyoldal derekánál voltak, ahol a hűves legelő lankája véget ért, és a vízmosásos kopár hegyoldal emelkedett meredeken fel a gerincig. Kapaszkodtak a tatárlovak fölfele a meredek vízmosásokon, és mikor már az utolsó is elhagyta a legelőt, az idegen hirtelen lábra szökött, karját kinyújtotta a tatárok felé, és morgott néhány szót a fogai között. És egyszerre csak megmozdult a hegy a tatárok fölött. Megmozdult, és omlani kezdett tompa dübörgéssel a tatár seregre. Sárga agyagpor szállt föl vastagon a megindult hegynyomán, és eltakart mindent. A három dobokai talpra szökött, és előre futott a völgy pereméig, hogy jobban láthassa a csodát. Még hallották maguk mögött az idegen mély zengő hangját. Dicsérjétek az urat, magyarok! De amikor magukhoz tértek és hátrafordultak, a különös öregember már nem volt sehol. De elnyelte a föld a tatárokat is, mindegy szálig. A dobokai legelő végében még ma is csúnya, hepehupás, agyagdombok idétlenkednek, és fölöttük, mintha késsel metszették volna a hegyet. Meredek agyagfal emelkedik, 100 méteres magasba föl a hegygerincig. Tatárvágásnak nevezi a nép még ma is, de hogy miképp került oda, azt ma már csak nagyon kevesen tudják. És akik tudják, nem merik mondani, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. 4. fejezet. Déva alatt a Maros folyása mentén van egy patak, aminek Török patak a neve. Pisztrángot rejtő kristályvize a magos hegyekből hozza le a fenyvesek illatát, s aki megkérdezi, miért nevezik Török pataknak azt a patakot, az különös történetet hall a Maros menti vének szájából, akik maguk is csak úgy hiszik is, meg nem is a regét, amit nagyapjuktól hallottak volt kisgyerekkorukban. A mese szerint valami 2 esztendővel a mohácsi vesztett nagy csata után, amikor a török hadak, mint gátat szakított árvíz lepték el a magyarok földjét, Erdélybe a Maros folyása mentén nyomult fölfele
egy janicsár sereg falvakat dúlva, asszonyt, s főképpen fiúgyermeket rabolva jövendőbeli janicsárnak. Beérve a hegyek közé, meglassultak valamicskét a törökök. A kanyaros völgy mentén csak üres falvakat leltek mindenfele. Embernek, jószágnak nyoma se volt, amit követni lehetett volna be a hegyekbe a sziklás talaj miatt. Ütrük Béknek parancsa volt a pasától, hogy meg ne álljon, míg belső Erdélyt el nem éri, ahol a magyar urak kastélyai állnak, és összefogdosva ezeket az uraságokat, hozza le őket magához, Temesvárához, minden kincsükkel együtt. A lakatlanul talált falvak miatt azonnal fogytán kezdett lenni az élelem, és 8000 embert élelem nélkül nem lehetett már tovább vinni. Így aztán, amikor egy Ilja nevezetű olákém azzal vágodott hasra a nagyhatalmú bég előtt, hogy növessze alak hosszúra a szakálladat, nagyhatalmú úr, de ha meghallgatod alávaló szolgádat, lesz hős janicsárjaidnak bőven mit enniek. Ütrük Bék felfülelt a szóra, és kegyesen intett a tűzös bocskoros embernek. Beszélj, de igazat mondj, mert ha nem, darabokra vagdaltatlak, és embereim konca leszel. Kegyelmes nagy úr, felelte Ilja alázatosan, én tudom, hova menekültek el a folyó völgyéből azok a kutyamagyarok, minden lábas jószágokkal együtt. Ha parancsot adsz, uram, hogy fölvezessem a hegyekbe bátor harcosaidat, szép testű magyar asszony népen kívül lesz ott bőven húsnak való marha, tésztának való búzalisz, és még aranyékszer is zsákszámra. Én ismerem a járást föl a magyarok búvóhelyéhez. Sziklás hegyek, erdősűrűségek közepette van, odafönt egy mély vízi tó, amelynek fölös vize a sziklák alatt szivárog le a völgybe, minden árulkodó patok meder nélkül. Oda menekültek föl előled azok a kutya magyarok, hatalmas úr, minden jószágokkal együtt. Parancsot is adott a vég nyomban, hogy 1000 kipróbált harcos kövesse az olákémet föl a hegyekbe, és férfi népet élve ne hagyjanak, de asszony gyermeket, lábas jószágot és ami egyebet ott találnak, tereljék le a völgybe. Odafönt, a sziklák közé rejtve, mély vízi tó körül 5 falu népes átarazott, magukkal hozva mindent, amit csak menteni tudtak. Velük volt vigasztalásul egy fiatal vándorpap, keresztény nevezetű, kit váratról küldött a püspök, hogy látogassa sorra a maros völgy szétszórt népét, kereszteljen gyereket, eskesse azokat, kik áldás nélkül élnek, vigasztaljon özvegyet és árvát, és imádkozzék ki valamicske egyházi adót azokból, akikből lehet. Ez a fiatal pap éppen misét tartott ott a tópartján kora délután, amikor a bojtár gyerek, kit őrszemnek küldtek volt föl a bajlátó csúcsára azon a reggelen, rohan elő nagy lihegve az erdőből. Jönnek! Kiabált a lihegéstől elfulladva. Jönnek a törökök! Föl a hegyen! Sok ezren lehetnek, nyüzsög tőlük a hegy, olájok vezetik őket. Föl is bomlott az imádkozó gyülekezet nyomban, sietett mindenki a magas hátrához, lovat nyergelni, menteni asszony gyermeket, menteni ám. De hova? Hátuk megett, meredek sziklafal, megmászhatatlan, szikla rengeteg két oldalt is. Járnivaló csopás csak lefele volt, a török markába. Nem marad más hátra, tanakodtak az emberek, mint veszni hagyni a jószágot és menekíteni a családokat, szétszóródva a sziklakatlanok bozótjában. Talán megelégszenek a törökök a jószággal, és nem indulnak szét embert keresni.
A fiatal pap ott állt a tópartján, ahol hagyták volt a népek, összekulcsolt kézzel, ég felé fordult ábrázattal, lehúny szemmel imádkozva. Tisztelendő ecsém, minek zárja le a szemét? Szólaltak meg egy mély dörmögő hang. Fél talán, hogy megvakul, ha meglátja az Istent. A koposra nyírt, sápat ábrázatú pap fölnyitotta a szemeit, és megbotránkozva nézett az őszhajú, zömök, egyszerű öltözetű hegyi emberre, aki egymagában állt ott mellette a napsütötte tóparton. Micsoda meg átalkodott beszéd ez veszedelem idején, mordult rá az idegenre, Istent nem láthatja senki. De amikor végső menedékében hozzáfordul a gyarló ember, illő, hogy alázattal és lehúny szemmel járuljon elébe. Isten nem láthatja senki, csóválta meg fejét az idegen. Hát a magasságos ég volt, ragyogó kékje odafönn, micsoda? Az erdő kimagyságos zöldje odalent. Mi? Ki alkotta mindezt, ha nem az Úristen? Persze, hogy az Úristen alkotta, mérgelődött a fiatal pap. Minden gyerek tudja, hogy ő alkotott mindent. És aki alkot valamit, nem önmagát teszi bele az alkotásba? Megátalkodott beszéd, haragoskodott Isten embere. Ugyan hogyan is lenne kelmednek ideje és kedve bárgyúszót pazarolni, amikor pogány hadag, gyilkos veszedelme zúdulhat ránk minden pillanatban, és azt se tudjuk, mit évők legyünk. Imádkozzék kegyelmed is, hogy legalább a lelkét mentse meg az Úr. De az idegen ember nem hagyta magát. Tán nem gondolja azt, tanult pap létire, hogy az Úristen okozza a bajt meg a veszedelmet? A pap rámerett. Hallgatott egy pillanatig, aztán kipökte rekedten. Az Úr akarata nélkül nem történik semmi. Na lássa, kapott a szón a másik. Nem azt tanítja-e az írás, hogy az Úristen teremtett mindent ezen a világon, és hogy minden, amit az Úristen teremtett, az más nem lehet, csak jó? Na hát akkor honnan a búbánatból jön elő a baj meg a veszedelem? A sátán, felelte a pap. És ki teremté a sátánt? A fiatal pap elfordult, és a tóvizére nézett, amelyen békésen csillogott a napfény aranypora. Nem érünk rá vitázni, jó ember, motyogta a fogai között. Minden pillanatban ránk zúdulhat a pogány odalentről. És miként véli megmenteni ezt a sok elrémült népet? Szögezte neki az öreg ember a kérdést. A pap ránézett, könnyes volt a szeme. Istennél a mentség, sóhajtott esetten. Én csak imádkozni tudok. Csönd volt néhány pillanatig, csak a megriadt nép nyüzsgése hallatszott a legerőrét két széle felől, ahogy asszonyastól gyerekestől igyekeztek búvóhelyet keresni a sűrűségben. Pásztorkutyák csaholtak. A jószág riadtan bújt össze a meredek sziklafal tövében, mintha érezte volna a veszedelmet. Fölöttük a sziklafal tetején fekete felleg kúszott elő a hegy mögül, és nyelni kezdte az égbolt kékjét. Hiszel-e Istenben? Kérdezte halkan a különös idegen. A pap megbotránkozva fordult feléje, hogy ne hinnék, hiszen pap vagyok. Ha csak akkora hited van, mint egy mustármagocska, hegyeket mozdíthatsz vele. Nem így mondja az írás, na hát vedd elé a hitedet, Isten embere, bárhol is őrzed azt, mert ideje, hogy tegyünk valamit. Te csak szólj az Úrhoz, és mozdítsd a hegyet, én ügyelek arra, hogy útban ne legyen senki. Azzal hátat fordított a papnak. Két markából töltsért formált a szája elé,
és aláordított a tisztásra, ahol az emberek nyüzsögtek, mint pásztortalan nyáj, ki farkasszagot érez. Hé, emberek! Föl a tó mögé, a meredek sziklafal tövébe, ahol a jószág van, mozogjanak sebesen! Hangjára elnémult a tömeg, majd futva indult neki a hegyoldalnak, asszony nogadva, a gyermeket cipelve, föl a tó fölötti meredek sziklafal alá, ahol a jószág tömöttedött aggodalmasan. Perc alatt üres volt a völgy torka odalent. Ideje is volt, mert a legelőrét aján már bújtak is elő az erdőből, olákémeikkel az első törökök, és meglátva odafönt a sokaságot, ordítozni kezdtek a maguk nyelvén. Isten embere, ideje jött a mustármagocskának, szólt hátra az idegen az imádkozó paphoz. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Alig ejtette ki az utolsó szót, a hegy mögül előtörő fekete felleg elérte a napot, és sötétségbe borult a világ. Megdördült az égbolt, vakító villám csapott alá egyik a másik után, megmozdult alattok a hegy, és az omló sziklák meget zúdult alá a tóvize, magával ragadva mindent, ami útjába került, fát, követ, törököt, mindent. Az emberek odafönt megtorpantak a zajra, és legyökeredzve nézték a csodát, térdre roskadtak. Valahol egy asszony vékonyka hangján zsoltárba kezdett, és pillanat alatt egyetlen zsoltár volt a hegy. Gyors szélraham tova folyta a megbomlott fekete felhőt, és felragyogott újra a nap, mint Isten szeme, ki a világot vigyázza. Ahol valamikor a mélyvízű tó partja volt, magányos szikla meredt elő az alázódoló víz közepén, és azon állt a pap, bénultan maga elé meredve, és mellette a zömök kis hegyi ember, kit nem ösmert senki. Alig, ha nem félreállhatunk volna az Úristen útjába, szólt ez oda a megrendült paphoz, lám még velünk is vesződnia kellett. Hát csak üljünk le idefönt, és várjuk meg, míg lefut ez a sok víz, tette hozzá, és aztán majd csak lesérülünk innen valahogyan. Így is történt bizony, aki nem hiszi, kapaszkodjék fel a török patak mentén, egészen a patak forrásáig, ahol a szép tiszta víz előbugyog a magas sziklafal tövéből, és valami jó 400 lépésnyire lejjebb, ahol a patakocska a legelő lankáját szeli kettőbe. Ott áll ma is az a magas toronyformájú szikla, amit a papkövének nevez a nép, mert azon állt a csodatevő pap, ki megmenti népét, rázódítván a tóvizét a török seregre. Állítólag még állt valaki mellette, amikor az Úristen ledöntötte két oldalt a sziklafalat, mi a tóvizét őrizte. Mondja majd, aki a történetet meséli valaki a nép közül, aki aztán lesegítette a papot a magos kőszáról. De hogy ki volt ez? Arról nem tud a történet.